David Pressman lehet a felelős az amerikai vízumszigorításért, ezt állítja egy államigazgatásban dolgozó felsővezető. A Magyar Nemzetnek név nélkül nyilatkozó hivatalnok szerint látszólag jól haladtak az egyeztetések a magyar és az amerikai fél között, de a nagykövet közbelépett. Kormány közeli forrásoktól származó információk szerint egyértelműen David Pressman nagykövet döntésére vezethető vissza a vízum szigorítás. Ennek részleteiről is szó lesz a következő percekben. A ma reggel első vendégével Stefán Zoltán folytatja. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, Ferenc. Jó reggelt kívánok a nézőknek, és jó reggelt kívánok mai első vendégemnek, aki az Alapjogokért Központ geopolitikai jellemzője Koskovics Zoltán. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a tisztelt nézőket is. Ahogyan elhangzott, sajtóértesülések szerint David Pressman állhat a beutazási, szigorítási ügy mögött. Korábban már Rétvári Bence, a belügyminisztérium államtitkára is úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államokban mindenben egyeztettek, és a magyar nemzet forrása is úgy fogalmaz, hogy abszolút együttműködtek. Akkor vajon minek tudható be, hogy az amerikai nagykövet beleavatkozik egy ilyen ügybe? Ennek megértésére egy pillanatra vizsgáljuk meg a hivatalos amerikai kommunikációt, hogy mit állítottak azzal kapcsolatban, hogy szigorították az ezt a szabályokat. Ők azt mondták, hogy egy biztonsági kockázat merül föl az egymillió új magyar állampolgár kapcsán, mert nem tudják pontosan beazonosítani a személyazonosságukat. Itt a felmerül bennem a kérdés az, hogy nagyon fontos-e pontosan beazonosítani ennek az egymillió új állampolgár, magyar állampolgárnak a személyazonosságát, még akkor is, hogyha a Joe Biden féle demokraták azért kardoskodnak számos amerikai államban, hogy az elnök választásokon például lehessen szavazni fényképes igazolvány nélkül. Tehát mitől lett hirtelen ennyivel fontosabb a magyar állampolgárok beazonosíthatósága, mint az amerikai választópolgároké. Másrészt pedig, hogyha a biztonságot veszük szemügyre, akkor én azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű az, hogy akárki is utazzon be Magyarországról az Egyesült Államokra lényegesen kisebb biztonsági kockázatot fog jelenteni az amerikaiak számára, mint az a tömeges bevándorlás, ami a déli határokon zajlik, amelyet a Biden adminisztráció egész egyszerűen nem hajlandó védeni, és nem hajlandó megfelelő segítséget nyújtani a déli államoknak, amelyek próbálnák védeni ezeket a határokat. A mexikói-amerikai határon keresztül legendás mennyiségben érkeznek bűnözők is, de érkezik a kábítószer is folyamatosan, nem utolsó sorban az a fentanél, ami hihetetlen pusztítást vitt véghez az amerikaiak körében az elmúlt jó pár évben most már. Ilyen körülmények között nem tudunk másból kiindulni, mint abból, hogy az amerikai hivatalos álláspont egész egyszerűen nem felel meg a valóságnak. Nem arról van szó, hogy magyar állampolgárok akár. Hazai születésűek, akár a határainkon túlszülettek, túl azok biztonsági kockázatot jelentenének. Ráadásul az sem igaz, hogy ne lennének beazonosíthatóak egyedi esetekben, amennyiben az amerikai biztonsági hatások, ilyen kér, hatóságok ilyen kéréssel fordulnak a magyar hatóságokhoz. Az azonban tűrhetetlen, hogy tömegesen adjuk ki a magyar állampolgárok személyes adatait az amerikaiaknak. Egyedi esetekben, ahol érthető konkrét megkeresések vannak, ott erről természetesen lehet szó, illetve volt is szó. Volt is egy néhány, ezzel kapcsolatban. Igen, néhány esetben tudjuk, hogy uh, ilyen uh, információ cserére indokolt esetben sor, sor került. Ilyen körülmények között azt kell mondanunk, hogy Biden illetve a Pressman nagykövet egész egyszerűen nem mondanak igazat, amikor erre hivatkoznak. Arra következtetésre kell jutnunk, hogy ez nem más, mint politikai nyomásgyakorlás, és azt gondolom, hogy elsősorban ideológiai alapú. Még egy körülmény ezzel az ESTA, úgynevezett ESTA rendszerrel kapcsolatban, és a szigorítással kapcsolatban, hogy 2021 óta, ez megjelent a sajtóban információként, csak a Magyarországon született magyar állampolgárok vehettek részt Ebben a programban. Akkor miért van szükség a kettős magyar állampolgárok adataira? Úgy, hogy a kettős magyar állampolgároknak egy javarésze szintén uniós országban él, az ottani ezt a rendszeren keresztül is beutazhat az Egyesült Államokba. Nyilvánvalóan jelzi azt, hogy a megfogalmazott, hivatalosan közzétett ok az egy hazugság. Hogyha politikai nyomásról van szó, akkor ezt a diplomáciai úton lehetne csak rendezni? Hát diplomácia úton kéne rendezni, nyilvánvalóan, tehát ezt az amerikai, illetve a magyar diplomátáknak kellene megoldaniuk. Nekünk egy egészen kiváló nagy követünk van Washingtonban, aki nyilvánvalóan mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a maga részéről kezelje ezt a problémát, és hogy ez a szigorítás csak ideiglenes legyen, azonban ő neki, Takács Szabolcsnak hívják egyébként, nincs meg a, az amerikai megfelelője Budapesten. Sajnos David Pressman nem egy diplomata, és nem az Egyesült Államokat képviseli, vagy egy politikai aktivista, akit Joe Biden demokrata, progresszív elnök küldött Magyarország. Azért is fontos kérdés, hogy hogyan lehet ezt rendezni, mert sokakban felmerült az a kérdés, hogy miért irányul ekkora figyelem az Egyesült Államok részéről Magyarország felé, hiszen sem lélekszámban, sem gazdasági, sem katonai erőben nem mérhető egymáshoz a két ország. És az okokat is sokan megkérdőjelezték más, az ok és más az időzítés, hiszen a közelmúltban a kettős adóztatással kapcsolatban is volt változás. Igen, az is politikai nyomásgyakorlás. így a sorozatában látva ezeket az eseményeket kibontakozik az a kép, hogy itt valójában arról van szó, hogy a progresszív baloldal Joe Biden vezetésével tulajdonképpen a nyugati konzervativizmus ellen arcol Budapesten is. Magyarország egy olyan nyugati ország, ahol egy nagyon sikeres konzervatív jobboldali hagyományőrző kormányzás zajlik, most már több mint három ciklus óta, negyedik ciklusban vagyunk. Ráadásul nagy többséggel választják újra az állampolgárok is, már negyedszen. Láthatjuk ugyanezt a harcot, amelyet az Egyesült Államokban a progresszív baloldal a saját konzervatívjaik ellen folytat. Láthatjuk Donald Trump folyamatos meghurcolását, az ellene folytatott lejárató kampányt, boszorkányüldözést tulajdonképpen. Ez a kettő párhuzamban hozható. Magyarország azért került a célkeresztben, mert sikeresek voltunk az elmúlt bő egy évtizedben. Ez az oka. A nemzetközi baloldal egész egyszerűen úgy érzi, hogy nem tűrheti meg azt, hogy legyen egy sikeres konzervatív modell, amelynek a példáját más nyugati országokban is követetik. Itt bő egy évtizedes sérelmekről vagy aggályokról lehet szó, vagy pedig a közelmúlt eseményei is közre játszanak. Sokan vetik föl azt, hogy a svéd NATO csatlakozás is szerepet játszhat például abban a szigorítás sorozatban, amelyet tapasztalatunk az Egyesült Államok részéről. Én magam úgy gondolom, hogy kisebb szerepet játszik, bár nem kizárt egyáltalán, hogy ez is vetett valamelyest alatba. Úgy gondolom, hogy alapvetően három dolog az, ami miatt Joe most próbálnak nagyobb nyomást gyakorolni Magyarországra. Ez elsősorban az, hogy, hogy nem engedünk a békepárti álláspontunkból, tehát egész egyszerűen a magyar diplomácia nem hajlandó csatlakozni a, a washingtoni háború párti retorikához, nem, haj, nem vagyunk hajlandóak fegyvereket szállítani Ukrajnában. A másik dolog az, hogy ismét csak felmerült ugye a migrációs kérdés a, a brüsszeni migrációs kvótával kapcsolatban. Magyarország a leghatározottabban ellenáll ennek is, már pedig ez is egy fontos baloldali célkütőzés, hogy elősegítsék a migrációt. Magyarország ebben sem hajlandó egyálláspontra kerülni a progresszív baloldalra, amit, mint említettem, Joe Biden vezet világszerte. És a harmadik dolog pedig az NMBTQ téma, amely különösen fájhat David Pressmannek az alapján, ahogy viselkedik. És ezért is tartom hihetőnek azt, hogy ha nem is az ő szava volt a döntő, de jelentős hatással volt a, a, annak a döntésnek a meghozatára, mely szerint szigorították az, a magyar állampolgárok beutazásának feltételét az Egyesült Államokban. Szűk egy percünk van hátra, de még egy témáról kérem, hogy beszéljünk, hogy vajon mennyire döntő az amerikai nagykövetségnek a véleménye. Más országokban azt nem tudom, de az kiderült, hogy itthon egy bizonyos címadással is problémájuk volt még hozzá a Vízumszankciók kifejezést nem tartották helyesnek, amelyet a magyar nemzet adott a témában íródott cikknek, és javasoltak más címeket ehelyett. Mire utal ez egy olyan országtól, amely a sajtó és szólásszabadságot elsőként hirdeti a világban? Megint csak nem arra vezetném vissza a dolgot, hogy mire utal ez az Egyesült Államokkal kapcsolatban, mert. David Pressman nem az Egyesült Államok nagykövete szerintem Magyarországon, hanem az amerikai baloldalnak a képviselője országunkban. Ennek megfelelően nem érdemes rá diplomataként tekinteni, hanem politikai aktivistaként. Az, ami most történt a Magyar Nemzet címadással kapcsolatban, az, az szerintem nálam egy rossz reflex. Megszokta azt, hogy az Egyesült Államokban vannak olyan újságok, ahova egész egyszerűen betelefonálhat, vagy írhat egy e-mailt, és egész cikkeket diktálhat le. Ugyanis ez az Amerikában sajnos bevett szokás. A baloldali médiumok egy az egyben veszik át azokat az információkat, amelyeket politikusoktól, politikai aktivistáktól, befolyásos politikai tanácsadóktól kaptak. David Pressman ebben a szerepben hitte magát Magyarországon is. Most nincs ebben a szerepben Magyarországon amerikai politikai aktivisták nem szerkesztenek újságokat. Koskovics Zoltánnak köszönöm szépen, hogy itt volt, és mindenről beszélhettünk. Köszönöm szépen, szép napot kívánok!